Tisztelettel köszöntöm az Alföld Televízió nézőit, ez itt a TBIK aktuális adása. Eheti vendégünk Dékán Tamás, a Debreceni Sportcentrum igazgatója, illetve a Magyar Sport és Életmód Fejlesztő Klaszter ügyvezetője. És sikerült szépen kimondani, üdvözlünk köreinkben. Köszönöm szépen a meghívást. És nálunk ugye Tisza Tibor és Dombi Tibor a két állandó műsorvezetőtársa, mint Tamás Nándor vagyok. Mielőtt belefognánk abba, hogy miket is jelentenek ezek a pozíciók, és milyen munkával jár. Tibi elmondja, hogy hogyan lett majdnem püspökladányban birkózó elnök. Miért nem mondod? Ja, már elmondtam. Tehát ő majdnem ott lett elnök, dekának viszont sikerült másodállnak lenni. Miből áll a te feladatod, a napi feladatod, illetve a heti feladatod? Hát amikor megkérdezik tőlem a barátaim, ugye, hogy mivel foglalkozol, mit is csinálsz, akkor én azt szoktam mondani, hogy a Debreceni Sport hátterébe tevékenykedünk. Ugye a Debreceni Sportcentrum az bizonyára sokan tudjátok, hogy létesítményeket üzemeltet, rendezvényeket szervez, van egy sportiskolánk, ennek a gazdasági hátterét próbáljuk kitalálni. A sport és életmód fejlesztő klaszter, ez egy más világ, inkább az egyetemhez köthető. Egyrészt van egy ilyen klaszter szerveződés, ami próbálunk olyan közös projekteket, ötleteket csinálni, amivel visszük előbb ezt a területet, illetve az egyetem tulajdonában, vagy egy üzemeltetésében lévő Unifit meg SET Centernek az üzemeltetése, ennek a Kft-nek a feladata. Vannak szakmai vezetőim, pedig ugye oldalról, hátulról, felülről próbálom segíteni ezt a munkát. Milyen forrásokból tudtok gazdálkodni, fejlődni? Mi az, amit úgy nagy vonalúbbnál tudnál mondani? Honnan teremtődik elő az a üzemeltetési, az szükséges pénzösszeg? Gondolom az Unifit meg a SET Centerre gondolsz, ugye teljesen más a két dolog, és el is válik a munkába, de azért vannak a kapcsolódási pontok is. Hát ugye a fitness terem az egy úgymond for profit dolog, tehát azt vesznek béletet az emberek. Jól megy egyébként az a terem? Nem megy rosszul. Nagyon nehéz helyzet van a fitness ipar szerintem. Nagyon nincs értékén kezelve a fitness világ. Ebbe a pandémiás helyzetbe azt gondolom, hogy ez egy óriási érvágás. Nyilván egy egyetemi tulajdonú beruházású dolog, ez másképp, mint egy magánvállalkozás esetében másképp csapódik le. Az egyetemisták nagyon szeretik, hát elvileg nekik is van csinálva, az egyetemi polgároknak, az egyetemistáknak. Azt gondolom, hogy egy nagyon méltó körülmények között van, de maga az egész szektor nagyon nehéz helyzetben van, nincs helyén kezelve. Én szerintem itt Kelet-Magyarországon még az árértékarány is egy kicsit más, mint Budapesten lehetne. 3-4 bérlettel. Köszönjük, hogy ti segítitek a munkánkat. Kicsit bevétel, egy ingyen bérlet. Komolyra fordítva a szót, nyilván én közgazdászként máshonnan jöttem, mint a helyi szakemberek, akik ezzel foglalkoznak. Nagyon érdekes tanulási és tapasztalási folyamat nekem is, hogy működnek ezek a dolgok. Nem egyszerű a helyzet, azt most a szektora, illetve mondom, hát mi azon is dolgozunk, hogy tudnánk minél nagyobbá tenni a tortát. Mert azt gondolom, hogy nagyon sok ember még nem jár ilyen helyekre. Az életmódban bizonyára a két Tibin kívül mindenkünk biztos van még mit tennünk, tehát hogy azt gondolom, hogy ez lenne az egyik kihívás, vagy feladat, vagy hitvallás is, hogy tudnánk nagyobbá tenni azt a közönséget, akik ilyen lehetőséget használnak. Ebben segít azért a Phoenix Fit rendezvény például, ami nagyon népszerű, és legutóbb ez ugye nem sikerült megtartani, igen, emiatt az udvarhelyzet miatt, de most igen, hát az, ez például tipikusan, most ezt egy kicsit ilyen nagyképűen mondom, azt én erőltettem, hogy legyen, aztán én is vettem a szárnyaim alá, mert kellenek az ilyen rendezvények, hogy a marketing értéke meglegyen az egésznek, hogy felhívjuk rá a figyelmet, hogy legyen valamilyen történés. Hát sajnos most beszéltem pont a alpolgármester azt, hogy halasztani fogjuk, mert nem merjük januárban megcsinálni, de márciusban mindenképpen szeretnénk. És ezen kívül a különböző futások, egyéb attrakciók, én engem ez roppantul érdekel, hogy honnan tudna még több ember ezekben részt venni, hogy tudna, milyen ponton tudja bekapcsolódni. Biztos hallottatok erre a Mozdulj Debrecen programsorozatról is, ez is elindult. A jövő év egyik nagy feladat, hogy ott is egy kicsit szélesebbre tárjuk a kaput, hogy tudunk célcsoportokat megszólítani. Nagyon nehéz, mert valaki erre megy, valaki arra, mindenkivel külön kell foglalkozni.
Tehát ez rengeteg munka és időigényes feladat. És ez hogy tudjátok megnézni, vagy lemérni, hogy mi az, ami mondjuk érdekli az embereket, hogy mennyien vesznek részt egy eseményen, mennyien lájkolják, vagy nem, tehát ez hogy működik? Mert ez engem nagyon érdekel. Egyrészt vannak ilyen kutatások is, amik erről szólnak, tehát meg lehet kérdezni. Másrészt pedig azért én azt gondolom, hogy még itt Magyarországon nem kell kitalálni a spanyol viesztet. Nekünk elég megnézni, hogy máshol mit csinálnak, és azokat az ötleteket, eszközöket kell próbálgatni. Természetesen vannak olyan kezdeményezések, amik nyögvenyerősebbek, nehezebbek, nem biztos, hogy olyanok, valamiket meg szeretnek az emberek. Azt is látom, hogy nagyon sok kis egyesület, kis klub, személyek foglalkoznak ezek is annyira jó dolgok. Nekik az a nehéz, hogy megvan a kis korlátjuk mindenkinek, hogy tudnánk ezeket még nagyobb rendszerbe illeszteni, úgy, hogy ők is megtartsák az önállóságukat, a szakmaiságukat, az ő saját elképzeléseiket, meg hogy minél több ember. Ezek érdekes dolgok, mint közgazdásznak nekem ezek igaz ilyen szervezetépítés, meg rendszerfejlesztési dolgok, ez ebből a szempontból is izgalmas nekem. Sok első osztályú klub, illetve szakosztály van Debrecenben, de azt látom, vagy azt veszem észre, hogy ti egyfajta missziónak tartjátok a tömegsportnak is, ami inkább szélesebbé tételét. Nagyon sok eseményt látok, szinte hetente vannak a tavaszi-őszi időszakban, hogy mindig van egy futás, akár egy őrült futás, tehát valami mindig történik. Tibi ott van, hogy őrült a futás. Hát őrült a futás. Reklámharca lehetne. Ment, igen. Szoktam látni, ahogy csinálja, és oda jutott eszembe. Hát ez szerintem erről szól a dolog. Tehát mindenkinek megvan a szerepe ezen a sport palettán, ugye kinek micsoda, pont itt előtt is beszélgetünk, ki mit csinál. Valakinek ezt a zászlót is fel kell vennie. Azt gondolom, hogy a sportklaszter, az egyetem, a sportcentrum, ez mind pont az a szereplő, akinek ez nem csak lehetősége, hanem feladata is, hogy ezeket megtegye, és azt gondolom, hogy azért ez előre viszi a dolgokat. Országos viszonylatban mennyire sportos város Debrecen, ha a tömegsportot nézzük, mennyire egészséges? Mennyire ezt mozdul Debrecen? Ez megmondom őszintén, én nekem erről nincsenek adataim, tehát én erről csak így saját benyomásaimat tudom mondani. Azt gondolom, hogy rengeteg lehetőség van itt. Tehát, hogy azért, ahogy itt én éltem Budapesten is egy pár évet, meg nekem nagyon sok barátom külföldön van, ide-oda járkálok, szerintem ezek a gyári befektetők is beleszeretetek abba, hogyha valaki elmegy a nagy erdőre, mondjuk olyan 5-6 óra kerül nyáron, hát olyan élet van, hogy biztos, hogy ha nem is tudományos, nem tudom bebizonyítani nektek, de igény van rá, és úgy gondolom, hogy minél több a lehetőség, a kondiparkok, a különböző más elemek, én azt látom, hogy használják őket. Uh-huh. És hogyan kerültél kapcsolatba, gondolom, gyerekként a sporttal? Mikor szerettél bele, és mondjuk mely sportágakba? Hát ugye, amikor nagyon kicsi voltam, akkor mindig ezzel a lila kenőcsel kenték a térdemet, mert mindig lefociztuk, tudjátok, a betonon. Nem tudom, hogy mi volt ennek a neve. Jó, kedves Budapesti kenőcs. Tehát kiskorunkban... Zöld pulóverben. Kiskorunkban csak... Kompenzálni. Igen. Vagy az iskolában fociztunk, vagy én a kardosban jártam, ott mellettem laktam, vagy ott a homokban, még akkor nem volt ott betonult a kardos, vagy a Kodály utcán. Hát mi éjjel-nappal fociztunk, nem mondom, hogy tudtam, de szerettem. Az első ilyen szurkoló élményem az a Hódosban volt, valamilyen nemzetközi, nem tudom, én még kis pici voltam, ott leültem, néztem, hogy mit kiabálnak, hogy milyen, és arra emlékszem, hogy talán 87-ben lett bajnok a női csapat, igen, az Olá Gábor utcán, és akkor ott voltam a Olá Gábor utcán, én nekem a kis erdő van, ahol laktam, meg a stadion, én el tudtam szökni úgy, hogy a szüleim nem is tudták, hogy ott vagyok. Beengedtek, ugye, mert olyan kicsi voltam, hogy jegyet nem vették, és akkor a tátott szájjal néztük, a egyik sarokban a hangfogó együttes játszott az újra, itt van a nagy csapat című számot, és akkor ott az a Loki kézlabda csapat, az egy nagyon, nagyon erős lökést adott nekem, és hát utána pedig, amikor jöttek TB-ek, akkor kezdtünk el járni az útra életet, de én nem éltem, hanem inkább úgy mellékvágadunk. Te is raboltad a bennünk utakat? Hát nekem a gimi láttam, igen. Ugye én először a wrongside-osokkal kezdtem, azok pont a kispad mögött voltunk, és ugye azért volt jó, mert a vendégszektor az ott volt mellettünk. És ugye hát már egyetemre jártunk, és volt a legvékonyabb, béketűrő barátunk, mikor már a rendező ötször intett helyre minket, hogy ne provokáljuk a fradistákat, akkor megjött a jegyzeteit lerakta, és úgy ment oda hozzájuk, mint a gladiátorban valamelyik. Tehát egy vicces időszak volt, nem volt az olyan komoly, mint ahogy akkor gondoltuk, de hát azért mi is jártunk idegenbe, és igen, utána pedig úgy alakult az életem, meg a munkám is, hogy
a veteránokhoz csatlakoztunk, ugye mi a Dombi Tibi C-szektornak egyik névadója vagyok, azért azt én is büszkén mondhatom. És az a C-szektoros időszak az egy nagyon szép dolog volt, ott a partjelzőkkel ment a kommunikáció, nem tudom, erről Zoli mesélte, de óriási sztorik voltak. Az egyik partjelző az úgy nézett ki, mint Dieter Bohlen. És ezt én többször megjegyeztük neki, és az egyik kupa meccset, Vámos Pércsen vagy ugye, vagy Létavértes, vagy valahol játszottuk itt még ilyen télidőben, de hát ez 10 évvel ezelőtt volt, és kimentünk, köd volt, hó volt, nem is láttuk a pályát, és átmentünk a másik oldalra a szünetbe, és akkor ott jött szembe velünk. És akkor ráállítottam, mondom, Dieter Bohlen, te vagy az? És kiköszön nekünk, szevasztok, fiúk! Tehát, hogy sose gondoltuk, hogy ők ezt meghallják, mert ugye azt hittük, hogy mi egy személytelen alaptalan magák, de pontosan tudta. És ugye az volt még a kedves emlék, hogy amikor Zolinak volt a 50 éves szülinapja, megkerestük Dieter Bohlent, és ő is egy videóüzenetbe köszöntötte. És elnézést kérek, de a polgári nevét fogalmam sincs, hogy micsoda. Nem tudtam, hát mi így hívtuk. A frizurája az ilyen, a mellírozás az... Így vonul be a köztudatba most már Dieter Bohlen. Most van különben időd sportolni rendszeresen, vagy... Hát elkezdtem teniszezni a pandémia alatt. Nekem a vázrendszerem azért az kihívásokkal teli, tehát mindenem fáj, begyullad, nem tudok másnap menni, de próbálok. Teniszezni nagyon szeretek, meg kerékpározni. Futni is próbálgatok, de akkor utána másnap nem bírok felállni soha. Tehát ez egy... De ez, nekem ez egy nagy kihívás. Tehát, hogy magamat is próbálom azért feladatok. És ez milyen rendszerességgel van? Hát heti 2-3 alkalom. Heti 7-3 alkalom. Nekünk való sport, mert lehet közben az észt osztani, utána egy kólát megint a tenisztére. Legjobb. Erre szoktuk mondani, hogy mindenütt jó, de a legjobb a teniszkével. Így van. És mely akár sportcentrumos, akár más rendezésű eseményre vagy a legbüszkébb, melyekre? Mi az, ami amióta te ott vagy és van hozzá között, azóta mondjuk szívesen gondolsz? Hát ugye én azt hiszem, hogy 2014-ben csatlakoztam a sportcentrumhoz. Én előtte egy termelőipari gyárban dolgoztam főkönyvelőként, tehát nekem ez egy teljesen más irányú elfoglaltságot jelentett, és egy mondhatom, régi vágyam is volt, hogy a sport közelébe tevékenykedni. Hát én inkább a csapatra vagyok büszke, akinek a tagja vagyok, akik ezzel szervezkedjük. Nyilván nagyon sokféle és nagyon sok rétű esemény volt, és ez a sportcentrum a nagyon jó dolog, hogy mi nagyon sok szövetséggel találkozunk, nem csak egy sportág, hanem több szövetség is itt van, közösen rendezzük rá a dolgokat. A foci a legkevesebb, hogy azt sajnálom, mert azért a legközelebb hozzám a fociál nézőként, de akár a rövidpályás gyorskorcsolja, akár a kézadó szövetséggel, mint a kollégáink lennének, úgy állunk össze. Hát talán nekem is a női U19-es VB, amikor a magyarok világbajnokok lettek itt, az végig mit csináltuk, az elejétől benne voltunk az ötletelésben, és hogy ez egy olyan sztori volt, hogy a végén a magyarok lettek a világbajnokok, az azért egy szép dolog volt. Nekem az is volt az egyik, ugye a karrieremben azért váltottam egy nagyot, hogy az egy multi gyár utáni sport, hogy sokkal jobban megtalálom azokat a dolgokat, amiket hosszú távon én értéknek találok, és azért ez egy nagy szerencsém. Egy ajándék nekem, hogy itt dolgozhatok. És mennyire nehéz így váltani, tehát hogy egy teljesen ismeretlen terület, de abszolút hogy más. Érzed, két hogy objektíven látod, vagy hát az, hogy mi az objektív, az mi szubjektíven látjuk, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Nekem a multi környezet után, amit én megismertem, megtapasztaltam, megszerettem, és ott nagyon sok mindent köszönhetek nekem, én másra vágytam. Nem azért, mert úgy gondoltam, hogy abból nekem elég. És nagyon tudatosan is örültem annak, hogy egy teljesen más szervezeti kultúrába, úgy mondjuk én közgazdász nyelven kerülök. Sport, önkormányzat, egyetem, egy kicsit a setérén az egészségügy, stb. Kihívásokkal teli. Tehát, hogy úgy, hogy azért van, úgy gondolom, hogy jó tehát, hogy van tapasztalatom, hogy emberekkel hogy kell viselkedni, alkalmazkodni, stb. Teljesen más logika mentén szerveződnek ezek a dolgok. Engem rendkívüli módon érdekel ez, és hosszasan tudok róla beszélgetni. De ugye nem jó vagy rosszként, hanem egyszerűen másképp működnek. Más a szervezőerő, akár a sportban is, akár az egészségügyben. Más a logika, mások a szempontrendszerek, uram, bocsánat, az érdekek is egy kicsit másak. Nagyon izgalmas, de kihívással teli. És a Phoenix Fit kapcsán már említettük a Covidot. Hát ez egy hosszabb folyamat lett, mint amire gondoltunk először. Mennyiben nehezítette ez meg bármilyen szervezését, bármilyen eseménynek a szervezését, tehát mennyivel volt kevesebb
vagy másképp szervezett, akár a sportcentrumnál, akár a egyéb területen ez. Igen, hát ugye most már másfél éve vagyunk benne, ugye? Kellett tanulni mindenkinek, hogy hát ebben a helyzetben hogyan lehet dolgozni, úgyhogy ne álljon le minden. Ugye az elején azért csináltunk valamit, hogy gyanúgy. Tesztek majd azért. Ugye, hogy tudtuk, hogy nem lesz olyan sikeres, meg de kellett csinálni, mert muszáj volt valamit, tehát ilyen kínlódva csináltunk. Minden kínlódás volt, de azért örültünk az apró sikereknek, örültünk, hogy meg lehetett rendezni valamit, hogy végre voltak nézők. Ugye pár hete lett vége, vagy két hete lett vége a rövidpályás gyorskorcsa világkupának. Ugye csak itt volt. Voltak nézők, egyedül. De rengeteg plusz energia. Tehát volt olyan kollégám, akik 13-szor teszteltek egy hét alatt. Az rengeteg. És mikor láttuk, hogy hány pozitív, meg kiket kellett kivenni a rendszerben, stb., hogy nem baj, vagy hogy mondjam, így kellett csinálni. Mert voltak pozitív esetek, nem terjedt szét, meg lett fogva, a helyén volt kezelve. Teljesen más. Azért teljesen más maszkba lenni, hát ti is tudjátok, teljesen más távolságot tartani. Hát ezt a műfajt azt gondolom, hogy ezt alapvetően megváltoztatta ezt az emberekhez való hozzáállás is. Ugyanakkor vannak eufórikus dolgok, amikor már nem kell, egy kicsit ugye nyáron ti is biztos tapasztaltátok, hogy akár a sportfesztivál vagy kampuszfesztiválon is sokkal jobban tudjuk értékelni azokat a pillanatokat, ami sokkal fontosabb ugyanaz a dolog, ami régen talán annyira nem volt a fókuszban. Hát azt gondolom, hogy nehéz, hát reméljük, hogy lassan vége lesz, és tanulni fogunk belőle, nem a jó dolgokat fogjuk kivenni belőle. Említetted, hogy sokat teszteltetek, azért nagyon súlyos állapotban volt valamelyik kollégád, vagy azért szerencsére a lájtosabb verziót fogtak? Nem, hát akik most voltak, ők majdnem mindenki tünetmentes volt. Uh-huh. Tehát aki tünetes, szerintem azért jár a intelligencia vagy a világ, hogy aki tünetes, az otthon marad. Az kicsit is lázas köhög, tehát ez az gondolom, hogy mind olyan volt, hogy tünetmentes volt, és egyszerűen, hogy volt olyan, aki az utolsó nap jött volna haza, aztán belga volt, pont doping ellenőr, 10 napig még itt élvezte a Debrecen vendégszeretetét, mert nem tudott hazamenni. Igen, hát ez volt a szabály. És milyen nagy dobás várható tőletek a jövőben, ami most így kapál? Hát amire most készülünk, ez a januári kézlabda esemény. Azért még a dilemmák hasonlóak itt a Covid szempontjából. Sok minden változott. Még nem januári. Tudjuk, hogy mire számíthatunk pontosan, de hát azt gondolom, hogy egy férfi kézlabda, az EB az egy olyan dolog, ami menő, hogy mondjuk így, tehát a Dán, Makedón, Montenegró, meg szlovén csapat, azt hiszem az van Debrecenben, az egyik csoportkör nálunk lesz, a kézlabda szövetsége nagyon jó kapcsolatunk van, Főnix felújításban is a kézlabda szövetség volt, aki a háttérből segítette a forrásokat. Egy férfi kézlabda szerintem az a top 3-4-5 sportban van a világon, tehát hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon nívós esemény lesz, reméljük, hogy közönséget. Szurkolók is jönnek majd? Elvileg igen. Hát most még elvileg igen, csak ugye a dánok azok megmozdulnak, tehát így olyan, akik akár utaznak is, de hogy ebben a helyzetben, hogy lesz, akkor az Iton Nagykerből. Igen, ott lehet. És mennyire volt nehéz megkapni ezt a rendezésnek, ezt a szeletét. Ugye az eseményért, ugye a kézzel a szövetség lobbizott, tehát arra csak ilyen másodlagos információ van, a szlovákokkal együtt, az is egy óriási lobby tevékenység volt. Most úgy tűnik, hogy amikor Magyarországon van valami világesemény, akkor Debrecenre gondolnak. Egyrészt a csarnok miatt, egyrészt az itteni szervezői gárda miatt, ami nekünk nagyon jól esik. Ilyen szempontból a eddigi munkánk gyümölcse, ha beérett ezzel, hogy ugye a Főnix csarnokban sport van, amióta a Főnix sportcentrum csinálja, egyre több sport van, hangsúlyosabb, és ennek látjuk a hozadékát is, hogy ilyenekben azért megjelenik. Akár egy felújításban, akár egy eseményben. Sőt, még Sting koncert is lesz. Ami, igen. Ami azért... Van jegyem. Ingyen kaptad, gondolom. Tamástól. Azért jött a később. Tehát az is egy nagy durranás, úgy gondolom. Igen, igen, igen. Egy picit visszatérhet esetleg majd a zene a falak közé, mert ugye a tankcsapda rendszeresen, amikor adott a helyzet, akkor rendszeresen megtölti, de viszonylag kevés zenei program van Bia talán. Bielfalkos koncert terveztek? Hát még de a menedzsereket tárgyalunk a béleti díjon. Inkább a stadion. Kék Sting jegyem már meg. Akkor van egy jegyem a Bielfalkosra, odaadom. 8000 ember előtt nem fogunk, majd a stadionban. Ugye ez is jó a sportcentrumban, hogy ugye beleálltunk a sportba is, de egy kicsit a rendezvényszervezés világába is.
Ugye amióta Budapesten vannak a nagy koncertek, hát Debrecenből bárki felutazott könnyedén, kicsit a fókuszból kikerült a Főnix csarnok. Most azt gondolom, hogy nagyon régen volt valami hasonló dobás, tehát ezért mindenképpen a Sting az azt gondolom, hogy nagyon népszerű lesz. Az meg, hogy kinek mi tetszik, meg hogy tetszik, hát arról szubjektív véleményünk van, objektív biztos de nincs. De objektíven lehet mondani, egy világsztár. Ja, abszolút, szóval. És azt gondolom, hogy ez érződik, tehát hogy szerintem aki egyet akar venni, az vegyen, mert ugye nem mi csináljuk, mi csak vér vagyunk. Tehát egy nagyon érződik, sok konstrukcióban dolgozunk. Érződik, hogy világsztár jó drága, nem? Igen. De hogy ilyenkor nekünk nagyon nehéz dolgunk, mi a csarnokot adjuk. Tehát jön egy bérlő, egy rendezvényszervező, elmondja, hogy mit szeretne, mi odaadjuk. Ha drága, ha rossz a hangfal, nekünk mondják, hát nem mi. Tehát nem kezdünk el magyarázkodni, hogy nekünk ez. A szervező keresi meg a csarnokot. Abszolút. Tehát olyan nagyon ritkán van, hogy pláne kulturális eseményt nem szoktunk szervezni. Sporteseményt az már gyakrabban, de kulturális. Idén egy bérlő, egy rendezvényszervezés, ő csinálja a maga kis üzletéért. És akkor ennek általában vannak fix árai a részletekről? Vagy... Persze, ez van egy, van egy listárunk, szolgáltatásárunk, tehát hogyha gondoljátok, egy árajtot összedobom nektek. És azt szeretném csak nektek mondani, hogy én nem látom át azért a rendezvényszervezőnek a matekját mélységébe, de ezekkel a jegyárakkal is billeg a rendezvény. Tehát, hogy azért nem olyan egyszerű ezt csinálni, ezt biztos, aki a tankcsapda körülők jobban tudják, hogy bonyolult. Mennyiért, hogy, kinek, hát mikor. Mennyien jönnek, igen. Szerintem azért nem, legfőképpen. Igen. Meg nem vagyok benne biztos, hogy itt a keleti régióban bármennyit el lehet kérni egy koncertért. Meglátjuk. De... Ezek az idők is változnak. Én azt gondolom, hogy a pandémia előtt egy óriási felfutás volt. Akár az idegenforgalom, akár a rendezvények, mindenki ment mindenhova. Nyilván ez egy nagy gyomros kapott az egész iparág, hogy a felugrás, az milyen meredek lesz, vagy milyen gyors, hát ezt majd meglátjuk. Hát nagyon bízunk benne, hogy már kifelé battyogunk belőle, mert már szerintem elég sokat szenvedett itt a világ emiatt. Igen, pont amikor úgy gondoljuk, akkor jön egy új mutáns, vagy igen, valami. Akkor mindig. Egyik nap az, hogy mindenki meghal, a másik nap, hogy itt a vége ezzel. Igen, viszlát, maszk eldobjuk. Igen, nehéz. Kicsit bulizunk, aztán meg ilyen a következő. Együtt kell vele élni most már. Igen. Nem. Biztos, hogy el fog ezt igen, abban bízunk, hogy egy kicsit visszább lehet szorítani, igen. De hogy el nem tűnik, az nagyon valószínű. Vagy hát, ha megszelidül, ugye szelid, akkor... Igen, azt akartam, hogy szelidül, akkor... hogyha egy ilyen influenza-szerű, már azt aláírnánk, mert azért ettől az a durva. Gyerekekre ne legyen veszélyes, én mindig azt mondom. Tehát addig vagyunk jók, míg a gyerekekre nem veszélyes. Mert ha onnantól de kezdve, tudod, akkor... Ha mutálódik egy olyan, akkor már... Azért mondom, hogy addig örüljünk, amíg... Csak ránk veszélyes idézőjelben. Igen, igen. Nem, hát mi azért tudunk mire magunkra figyelni, de a gyerekek azért az a nehezsek. És említetted Dieter Pohlent és a C-szektort, de ezen túl... Ezt már Zolinál többet nem tudok mondani. Ezen túl milyen meghatározó sport emlékeid vannak szurkolóként, tehát legyen az Bajnokok Ligája mérkőzés, tehát kicsit tovább lépve attól, igen, hogy Olágábor utca. De lehet, ugye nekem van a gyerekkorom, hogy Debreceni van a gyerekkorom, amikor jártunk a Népstadionban, meg mindig valaki mondta, hogy vadász, hogy mindenki jársz ide, direkt nem mondom. Tehát, hogy az mégis élmény volt, meg mentünk idegenben, Nagy Kanizsán voltam, foci meccsen, meg ilyen helyeken. Tehát az jók ezek a túrák. A kupa meccs, ugye Brüsszbe voltunk, ez mind hatalmas élmény volt. Old Trafford, Anfield. Igen, ott mindenütt. Még mi jár, tehát nekem külföldön dolgoztam, imádunk menni, jönni, nagyon nagy élményt ad. És tehát én voltam az Old Traffordon egy Arsenal Tottenham FA Cup elődöntő. Mert a főnök, amelyik ott dolgozott, elvitt. És akkor 3 vagy 4 év múlva én a Lokival voltam ott. Tehát ez egy teljesen más, tehát ez az egyik az egy színház, meg egy múzeum, a másik meg, hogy na hát most mi ide jöttünk. Szurkol. Repülővel mentünk, ott leszálltunk és már hazajöttünk. Igen, ezt nagyon tehát olyan voltunk, mint hogyha akkor érkeztem meg Európába, úgy éreztem, igen, hogy na most ez most felkerült munkat. Nagyon érdekes megtapasztalás volt, hogy azért vagyok ott, mert egy tét meccset játszik mondjuk az Anfielden a Loki, ami igen, azért évekkel korábban elképzelhetetlen volt. Vagy akár az nekem volt olyan élményem, hogy az Egyesült Államokban, ráadásul a nyugati partvidéken délen egy BRS pólóba voltam, és Starbucksba bementem, és akkor egy gyerek mondta, hogy rám nézett, azt mondja, nem mondja, mert tudja, hogy milyen mezben vagyok. Hát mondom, akkor eszerész volt, hogy hülyéskedtünk rá. Azt mondta, nem a Benfica, és érdekes, hogy ugye, mert tényleg hasonlít egy kicsit a címe, hogy piros fej, nem a Benfica,
hanem azt, hogy a Debrecen. Hát igen, ezek a kettő volt. És akkor mondta, hogy ő nézi a BL, ő Liverpool szókol, és onnan tudta, hogy a Loki, mert a Loki vagy. Azért ez nem akármi, hogy egy klubnak Az utóbbi idő... Ha már brandről beszélünk újabban sokszor a klubházatáján, ez az igazi brand, hogyha eredményes vagy. Abszolút. Hát meg az egy ilyen BL híradót szerintem 2 milliárd ember megnéz. Persze. Teljesen más brand a BL, mint akár az összes. Mi se tudnánk túl sokat a Sheriff Tiraspolról például, hogyha nem lennének ott állandóan. Az utóbbi időben pedig ugye van egy 12 éves fiam, hát is azzal éljük az elejétől a végéig ezt az egészet, tehát hogy ő miért annak a külföldi csapatnak szurkó, hogy mikor jöhet velem külföldre, és akkor elvittem egy City United derbyre a szülinapján, ki volt írva a neve, meg pacsizott a játékosokkal, oda vittem, meg ez az EB, tehát ez az EB, ez nekem, én nem tudom, tehát újra értem a gyerekkoromat. Az is éreztem. Furcsa volt a 2016-osnál, hogy a 2016-os az egy versenyt, hogy ott van a magyar válogatott. Igen, az egy nagyszerű, de itthon az meg, hát azt hittem, az hogy... Meg pláne. Tehát, hogy nem itthon vagy, hogy nem itthon vagy. Igen, úgy, hogy, mint a nem is itthon lenni. Amikor mondta, hogy nem kell menni sehova, itthon kell maradni. Igen, ez volt. Tehát mi azt a Szoboszlai volt a fiammal, hát ha én nem néztem meg százszor egyszer se. Tehát zárt, meg volt a jegyünk, tehát úgy volt, hogy megyünk. Én a fiammal minden válogatott, hogy ott vagyunk. Annyira. Tehát szeretjük meg nekünk, ez egy nagyon fontos ilyen apa-fiú program, meg imádjuk az egészet. Loki meccse is járunk, Deac meccse is, minden, ami foci, azt imádjuk. És zárt kapuba otthon ugráltunk az ágyon, hogy tovább jutottunk, kimentünk a portugál meccse, ugye a végéig az teljesen jó volt, ráadásul a portugál válogatottban olyanok játszanak, pont ott ültünk, nem messze tőlük, ott a cserék ott hátrébb voltak, emlékeztek. Így néztük, hogy ezek a cserék, akik a Cityben, meg a különböző helyekben, néztük, hogy ez hogy van. A francia meccs, az tényleg azt hittük, hogy mi világbajnokok vagyunk. És akkor egy-egy jó, de senkit nem érdekelt, hogy egy-egy. Igen. Tehát én úgy jöttem, hogy mi nyertünk 5-0-ra. Meg sem tudom magyarázni, hogy mi egy gyönyörű a stadion, nagyon-nagyon jó az atmoszféra, és így a fiammal ezeket így újra élem. Igen, igen. Néhány percünk maradt, még annyit árulj már el nekünk, hogy a Lokin és a magyar válogatotton, meg a Deacon túl, melyik a kedvenc futballcsapatod, és kik a kedvenc labdarúgóid? Hát a fiam az valamiért a Citynek szurkol, 5 éves kora óta a Manchester Citynek. Hát ezt sokan nem értik. Látom, ti is egy kicsit csodálkozva néztek. Na jó, de ő az a korosztály, akkor már City volt. Aki már abban ült bele, nem voltak City. Régen az AC Milan voltunk mindenki kedvence. Nekem most is. Azért, mert akkor nagyon sikeresek voltak. De most meg, hogyha azt mondom, hogy Milan... Én ez a Kevin De Bruyne, meg ez tényleg azt szeretem. Tehát azonban tudok szurkolni. Én olyan vagyok, mint én Loki szurkoló vagyok, meg Deac, tehát hogy nekem a többi az tényleg szeretem, meg megnézem, de nem tudok szurkolni. Inkább egyéniségeket tudom. Csodál az ember. Igen, tehát karaktereket, minél jobban ismered, vagy megismered, mennyit foglalkozol vele, hogy mennyire kötődsz hozzá. Igen. Most éppen ezt a Forma 1-es világot valamire elkezdtük nézegetni, van ez a Netflix-es dokumentumfilm, teljesen másképp ismered meg a versenyzőket, mikor megtudod a háttérsztoriát. Fociba, az angol foci az, ami közel áll hozzám. Valamiért a Bundesligának angulatát nagyon szeretem, hogy ott olyan tényleg úgy érzem, hogy ott tétje van egy BL meccs, sokszor olyan megnézed, nyer az egyik, sok kevés, igen. És a többi a Bundesliga, meg az angol bajnokikon érzem azt, hogy ott, na, ott aztán tényleg van valami, meg ott harcolnak. Meg az utolsó is megverheti az elsőt, azokat nagyon szeretem nézni. Hát vannak, akiknek nem szurkolok, inkább azokat tudom. Igen, vannak ellenszerűs csapatok is. De úgy... Most nem az új. Én már nem merem. Én itt adásban is elmondom, egyszer Tibinek beszóltam egy szórakozó helyen, hogy milyen csapatban játszott azóta, én ugye szégyeltem magam, hogy nem merek ilyet mondani, mert nyilván megérti az ember, de hát ugye megérti az ember, a messzi színe az piros-fehér. Próbálok itt zöldbe járni, ugye elmesőzöm, de nem tudom. Az Újpestnek minden megvan, bocsánat, mert játszott ott egy Törőcsik András, akit én még láttam, vagy mindig láttunk. Meg én, nem? Nem az az adás. Ami nagyon furcsa, hogy én azt teljesen jónak tartom, hogy ilyen nagy rivalizás van. Tehát amikor ugye Nyíregyházával nekünk voltak a nagy derbieink, hát mi a csoportársaimmal meg tudtuk volna ölni egymást. A meccs végéig. De addig tényleg meg. Igen. És utána nyilván nem egy fél óráig még kellett, hogy ugye, hogy kit kellett volna kiállítani, hol volt a 11-es, de utána meg el tudtunk beszélgetni. És valahogy ezt a fociba is ezt szeretem, hogy van közös platform. Így van. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt lehettem. Nekünk Deka, egyébként Dékán Tamás volt a vendégünk, Tisza Tibor, Dombi Tibor. Köszönjük szépen a figyelmet. És talán önmagamnak is meg fogom köszönni, hogy ilyen szép mezbe jöttem. Sose bántanám a csapatot.
Ez tény. Hát. Úgyhogy hajrá, Loki, köszönjük a figyelmet, jövő héten újra jövünk. Köszönjük. Rock. Meg? Rock.